Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című műsorát látják. A következő témákkal készültünk. Holnap műtárgya, Plomba a sötét völgyből. Ki mit tud Győrén? 250 diák érkezett. Pedagógus nap Szekszárdon, Berecki Zoltán koncertje és közös kocintás. A hónap műtárgya a Wasinski Mór Múzeumban egy 16. századi ólom textil plomba pár Szekszár sötét völgyből. Tóth Gábor, a Wasinski Mór Múzeum régésze mutatta be nekünk a tárgyat. Utóbbi időben elsősorban középkori falvakkal foglalkozom, itt Szekszárd környékén. Ugye kevesen tudják, hogy a középkorban, illetve a török korban is számos település vette körbe Szekszárdot. Sajnos ezek elpusztultak a 15 éves háborúban, az 1591-től 1606-ig tartó háborús években. Ekkor pusztult el többek között Tolna is, ugye Tolna újra települt, Szekszárd is támadás áldozatául esett, Szekszárd is újraépült, de a környékbeli kisebb falvak sajnos azok véglegesen elnéptelenedtek, elpusztultak, és ezekkel a falvakkal foglalkozom az utóbbi időkben, és a hónap műtárgya is egy ilyen településről származik. A Szekszárdtól nyugatra található sötét völgy, illetve fazekas völgyben egy középkori 14. századi eredetű település található. Ez az írott források alapján valószínűleg a Kisbad faluval azonos. Ez a faluról a 14. századtól a 16. század végéig vannak írott források, illetve a 17. századból is vannak, de ekkor már vagy pusztaként említik, vagy nagyon gyérszámú lakossággal rendelkezik az írott források alapján. Tehát a virágkora az a 14-15-16. Század. Meglepően a 16. században is már a török korszakban a legjövedelmezőbb a falu, tehát a törököknek adót fizetnek, és a törökkori összeírásokban, adó összeírásokban jól látható, hogy évről évre egyre több adót fizetnek a töröknek, tehát az utolsó írott adatunk 1595 tájékáról, ott már 43 ezer akcsét fizetnek a törökök, tized, illetve különböző adók összességében, tehát ekkor fizetik a legtöbbet, korábbi időkben ilyen 20 ezer akcsét fizetnek, tehát a 16. század végén prosperál leginkább a falu. Ez a hónap műtárgya, ez textilplomba, tehát a középkorban a posztókat, illetve vászon tekercseket megjelölték ólomplombákkal. Ugye ez egy védjegy volt, tehát a jó minőségű textilgyártók ezzel jelezték, hogy az ő terméke az adott göngyöleg, és hogy ugye biztosítja, hogy az a termék az első osztályú, vagy nagyon jó minőségű, de ugyanúgy a középkorban is ezeket ugye hamisították, tehát magát a terméket ugye rosszabb minőségben legyártották, viszont ezekkel a védjegyekkel látták el, és ezáltal felértékelődött az árunak az ára, és tehát több pénzért tudták eladni ezeket a rosszabb minőségű termékeket. De azt kell tudni, hogy ez a posztóplomba, ez eredetileg Angliában készült, tehát az eredeti változata. Tehát az angol szövetek, ugye a 16. században nagyon jó minőségűek voltak, híresek voltak, és ezt exportálták ugye Európába, vagyis hát a kontinensre, és ugye ezt már a németek is olykor-olykor hamisítják, de most úgy tűnik, hogy Magyarországon van egy ilyen hamisítási centrum Gyula Békés Csaba környékén, hogy az ottani posztókészítők láthatták el ezekkel az angol jellegű plombákkal a törökök, vagy hát a törököknek bedolgozó magyarok által készített textileket, és ezeket próbálták ugye hát jobb minőségben, jobb árba eladni ugye a silányabb
termékeket. Az eredeti angol plombák azok általában évszámmal ellátottak, tehát rajta van a készítésének az évszáma. A Magyarországon talált plombákon ez hiányzik, és a felirata az is, tehát az angol változatokban ott pontos a latin felirat, itt a magyarországi változatokban sokszor felcserélődnek a betűk, vagy hiányoznak betűk belőle, tehát hogy a másolók annyira nem figyeltek rá, hogy teljesen tökéletes legyen az a hamis plomba, és így azért avatott szem észre tudja venni ezeket a különbségeket. Bár az idő már egy kicsit megviselte a plombapárt, közelebbről megvizsgálva még felfedezhetőek sajátos külső jegyei. Nyilván a hamisításból eredendően a szövege kicsit zavaros, vagy betűk fordítva állnak, vagy hiányoznak. Az előlapon, amit most fogok, ezen a négyes osztatú címer pajzsban az angol címer látható, két ágaskodó oroszlán, illetve unikornisokat kellene látni benne. De nyilván kopottságból eredendően ez nem igazán látható. A körirata pedig az angol tércallagrendnek a szövege, latinul most nem mondom, hanem magyarul annyit jelent, hogy rossz, aki rosszra gondol, tehát ez van ráírva, ez volt a jelmondata a lovagrendnek, illetve a hátlapon ez a sok szirmú rózsa, ez pedig a Tudorháznak a jelképe, tehát ez az angol tudorrózsa. A plomba pedig igazából a németországi másolatnak a másolata, tehát hogy azért is ilyen romlott már a körirata, illetve a címer is eléggé rossz állapotban látható rajta. 250 gyerek érkezett Győrére, ahol immáron harmadszor rendeztek Ki mit tudott. Az ország egészéből érkeztek diákok énekelni, szavalni, zenélni és táncolni is. Remek produkciókkal igazán megnehezítették a zsűri dolgát. ...2022-ben indítottuk útjára a Ki mit tud Győrén elnevezésű minősítő gálaműsorunkat. Immáron harmadik alkalommal szerveztük meg, köszönhetően a tankerület, illetve a Győrekösség önkormányzatának. A pandémiát követően az volt a tendencia, és azt láttuk, hogy a gyerekeknek nincs hol megmutatniuk, hogy miben ügyesek, miben tehetségesek, ezért úgy gondoltuk, hogy lehetőséget kell teremtenünk nekik, és a pedagógusoknak is, hogy visszajelzést kaphassanak a munkáikról. Kipattant a fejünkből, hogy egy Ki mit tudott fogunk megszervezni, ugyanis ez nem jelent különösebb energia ráfordítást, időbefektetést sem a gyerektől, sem a pedagógustól. Minden iskola kötelékében van tehetséges gyerek, mindenütt van olyan produktum, amit elő lehet bármikor húzni a tarsolyból. 5 kategóriában hirdettük meg, vers és prózamondás, tánc, ének, hangszer és egyéb kategóriában. Erre szükség volt, mert mindig van olyan műsorszám, ami semmilyen kategóriába be nem sorolható, mint az idén a rúcsport például. Az idén rendkívül választékos és nagyon sokfajta volt a tánc kategória, mert a néptánc mellett modern tánc, társas tánc, hip-hop és balett is szerepel. Fontosnak tartom mindig elmondani, hogy nem versenyt szerveztünk, hanem egy minősítő gálaműsor. A verseny az azt jelenti, hogy le kell győzni valakit, mi pedig arra törekedtük, hogy mindenki önmagát múlja fölül. De ha a minősítés, akkor egy szakmai zsűrire volt szükségünk, akik a saját szakterületükön kiválóak, és számomra nagyon fontos volt, hogy mindannyian pedagógusok is, és a gyerekekért elkötelezetten dolgoznak a mindennapjaikban is. Kezdetben mindössze 41 műsorszám volt 2 évvel ezelőtt, az idén 85-en állnak már a zsűri elé, és a legmesszebbi település Szalkszentmárton, Bács-Kiskun megyéből, alapról, előszállásról is érkeztek, holott kezdetben a környező települések iskoláinak hirdettük meg ezt a minősítést. Itt vannak a legközelebbi településekről, Aparhantról, Nagymányokról, Cikorról, Mórágyról, Zombáról, Bonyhádról, Szekszádról, Szászvárról is, és természetesen a saját gyerekeink is képviselteték magukat.
csaknem 250 gyereket vártunk ma ide, és nagyon-nagyon nagy az igény, azt gondolom, erre a fajta megmérettetésre. A zsűri elnöke, Fábián Éva, Győres szülötte, azt gondolom, hogy senki nem tudná ezt a tisztséget nagyobb szívvel és szakértelemmel ellátni, mint ő maga. Az Óbudai Népzeneiskolának a tanára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián tanít. Amikor elkezdtük, akkor nem gondoltuk, hogy mi adunk löketet bizonyos gyerekek számára. Ilyen volt Güt Máté, aki annak idején szinte első versenyei között szerepelt, aki mit tud, és egy olyan lendületet kapott, hogy ma már nemzetközi versenyeken szerepel, és nagyon nagy eredménnyel konzervatóriumba készül. A kollégáim azért végtelenül lelkesek. Azt gondolom, hogy ez a fajta, amikor ennyi tehetséges gyereket látunk egy nap az iskolánk területén, meg egyáltalán itt Porondon, ez mindenkiben akkora lelkesedést tölt, és hatalmas lendülettel csináljuk újból és újból, pedig egy őrült nagy munka. Fél évkor kezdtük már szervezni, hogy minden a helyén legyen. Voltak olyan diákok, akik több produkcióban is felléptek. Ilyen volt a Bonyhádról érkezett Dóra is, aki 5 számban mutatta meg, mit tud, és elmondta, hogy neki miért tetszik a rendezvény. Mindenki itt van, közönség, és nagyon jók a táncok. És kedvesek, mindenki kedves. Amit én tanítok, ugye én klasszikus társas tánc tanárként végeztem, ezzel is foglalkozom. Ebbe beletartoznak az esküvői táncok, a szalagató táncok és a művészeti iskolákban történő alapfokú oktatás, ahol standard, illetve latin-amerikai táncokat oktatunk. Ezek a klasszikus társas táncok, amelyeket táncolnak a gyerekek párba, vagy mostában ugye mi a kevés a fiú, szólóba a lányok, de ezekkel is kiváló sikereket érünk el, hiszen múlt hétvégén Zágrábba a egyedüli magyarként, mondhatom, az én egyik versenyzőm jutott be az elődöntőbe. Itt Győrén, ha jól emlékszem, ötödik éve tanítok, művészetiskolai kereten képzésen belül. Ugye itt általában azért a vidéken a néptánca a jellemzőbb, és a társastánccal viszont próbáljuk megismertetni a gyerekeket, de elmondhatom, hogy Győrén a templom iskolában 1-től 8. évfolyamig mindenki táncol, mindenki ismeri a társastáncokat, és tavaly kezdte el az iskola ezt a Ki mit tudott megrendezni, akkor volt az első ide, a második. Idén, ha jól tudom, 250 táncossal, illetve résztvevővel, hiszen itt ének, próza, néptánc, minden más egyéb is van, és a társastánc is. Hanna, akinek mindene a tánc, nem kellett ma reggel sokat utazni a nívós minősítő gálára, hiszen Győrén lakik. Már jó mozgás van benne, meg sokat csinálunk, sokat gyakorlunk rá, és ennyi. 2 házi versenyen voltam, az egyiken 3. lettem, a másikon pedig 7. A mai napon itt, aki mit tudom, a Barbie formációt adtuk elő. A gyerekkoromban ez az evangélikus templom omladozott, bomladozott, és mi játszótérnek használtuk az udvarát, és most meg egész Tolna megye gyönyörűségét ide begyűjtötte a gyerekek szájába, hangjába, lábába. Szóval csodálatos felemelő érzés. A zsűri tagokkal beszéltük, hogy ugye most már 3. éve zsűrizgetünk itt, és egyre jobb a színvonal. Szóval egyetlen produkcióról sem mondtuk azt, hogy jaj. Nagyon ügyesek, felkészültek a gyerekek, egyszerűen lehengerlően színvonalas az egész kis Ki mit tud. Én főleg a táncért vagyok felelős, mert társastáncpedagógusként dolgozom, és nagyon örülök, hogy évről évre minél több táncos produkciót látunk, nem csak néptáncot, hanem hip-hop is van ma már, modern tánc, sőt balettet is láttunk. És még rúdtánc is volt, az volt az első produkció. Itt főleg itt a minősítő versenyeken így próbáljuk egy kicsit egymáshoz is viszonyítani a táncokat, figyelünk arra, hogy ki tudta legjobban visszaadni a zeneiséget, kinek volt legszebb a tartása, egymáshoz hogyan visszanyúltak a táncosok, úgyhogy most is ezt próbáltuk figyelni. Elég magas, hát nem tudok mondani, meg elég kiemelkedőt, most nincsenek rá szavaim. Előfordulok sokfelé időnként zsűriben, de tényleg ezt a színvonalat, amit itt most legkisebbektől a 8-osokig láttam, ez egyszerűen hihetetlen. Nincs olyan, amire tényleg azt mondaná az ember, hogy jó, hát most kezdi, és akkor nagyon kezdőként van itt a színpadon. Nem. Aki most kezdi, és most lép föl először életében, annyira felkészültek, és ez a felkészítő tanárokat dicséri. Hihetetlen, profi produkció. 3. alkalommal rendezik meg Győrén a Ki mit tudott.
Ez egy fantasztikus élmény számunkra, számomra kifejezetten, mert hogy szintúgy harmadik alkalommal vehetek részt a zsűri munkájában, és az sem mellékes, hogy nagyszerű emberekkel és szakemberekkel vizsgálhatjuk, hallgathatjuk és nézhetjük meg ezeket a gyerekeket. Az az igazság a délelőtt folyamán, ahogy néztük, hallgattuk a produkciókat, már a legelején nyilvánvalóvá vált az a fajta fejlődés, amelyikre mi nem számítottunk. Azért az előző esztendőkben voltak apró botladozások, nagyszerű kezdeményezések, de még akkor is elmondható, hogy bizonyos produkcióban ilyen-olyan szakmai hiányosságok, de a mostani produkciókat elnézve valami elképesztő egyébként a színvonal, és elmondható szerintem, vagy én bátran ki tudom jelenteni, hogy ez a györei megmérettetés egyfajta nívót kezd képviselni, ami azt jelenti a felkészülésben, valószínűsíthetően egyébként, hogy nagyon sok erőt és energiát szánnak és raknak bele, hogy a gyerekeket elhozzák, és igen magas színvonalú produkciókat látunk. Ez nagyon megmelengette a szívünket, és alig várjuk, hogy a délutáni produkciókat vagy előadásokat is hallgathassuk. Hogy mivé fejlődhet ez? Én azt gondolom, hogy egyfajta ilyen helyi, vagy lokális, nem is tudom, vagy regionális fesztivál tudok elképzelni egyébként, akár szabadtéren, akár egy nagyobb színházteremben, mert úgy tűnik egyébként elnézve a közönséget és a szülőket és az érdeklődőket, hogy lassan-lassan kirúgjuk itt a templomiskola oldalát. Idén újra néhány év kihagyás után sikerült megrendezni a Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának a Városi Pedagógus Napot a Babits Mihály Kulturális Központban. Az eseményen Gyurkovics János mondott köszöntőt, majd Berecki Zoltán adott koncertet, végül pedig közös kocintással zárták az eseményt. Koncerttel és kocintással hálálta meg Szekszárd megyei jogú város önkormányzata a szekszárdi pedagógusoknak, hogy szívvel és lélekkel végzik munkájukat a mindennapok megpróbáltatásai ellenére is. Gyurkovics János a város alpolgármestere köszöntőjében kitért arra, mennyire fontos munkát is végeznek el azok, akik a jövő generációját nevelik. A elmúlt évek szokásait próbáljuk visszahozni, mert mindenki előtt ismeretes az elmúlt évek időszakában különböző olyan dolgok sújtották itt a rendezvények idejét, időpontjait is, hogy egyszerűen megrendezni sem volt rá lehetőség. Amikor viszont volt már lehetőség, elmaradt, és az idei évben úgy döntöttünk, hogy a pedagógus nap és az év végéhez közeledve kettős ünneplést szerveztünk. Gyakorlatilag a pedagógus nap és az év végén ehhez közeledve szeretnénk megköszönni a pedagógusoknak a munkáját. Annak ellenére, hogy egy kicsit hosszabb lesz az év az idei évben a különböző átrendeződések miatt, de úgy láttuk és úgy ítéltük meg, hogy a mai nap alkalmas erre. Megszervezzük azt, hogy minden iskola kapja meg a meghívást erre a rendezvényre. Természetesen tisztelettel vártunk minden jelentkezőt, és a jelentkezők a megfelelő belépőjegyet ingyen is bérmentve természetesen megkapták. Ez egy díjmentes rendezvény, és egy olyan előadót hívtunk, aki mondjuk azért reprezentálja a magyar lehetőségeknek a színejavát, krémjét. Úgy érzem, hogy Berecki Zoltán személyében egy előadót, olyan előadót sikerült megnyerni, ahol a pedagógusok felhőtlenül tudnak szórakozni erre a rövid időszakra, és hát így a munkaidő végére terveztük az időpontot, hogy minél többen tudjanak részt venni a rendezvényen. Természetesen nem lesz teljes a lista és teljes a stáb, egyéb elfoglaltságok vannak is, meg hát nem fejezték be a napot, különböző szakkörök, egyéb elfoglaltságok miatt. Vannak, akik a munkafrontján állnak helyt, vannak, akik személyesen itt tudnak lenni ezen a rendezvényen. Hagyományteremtő szándékkal, hát úgy, hogy
gyakorlatilag ennek hagyományai voltak már régen is több alkalommal, ez így meg volt rendezve, és annak a folytatását terveztük az idei évben is, és majd bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban ez méltó helyre kerül, és méltó megünneplésbe, köszönetbe fogják részesíteni a pedagógusainkat. Berecki Zoltán koncertje volt a főszám, az énekes, dalszerző, producer egy félig meddig akusztikus produkciót adott elő, az évek alatt szerzett rutinja pedig csak hamar meg is törte a jeget, és ennek hatására a vendégek is kivették részüket az előadásból. Készüljünk rá, higgyetek rá, nem csak pedagógus napon van így befagyva még az elején a közönség, úgyhogy van egy-két lehetőség, például lehetsz-e a lábad. De azt akkor úgy kell csinálni, hogyha ezen a végén csinálod, akkor ott beüsse a fejét, jó? Nagy lendület, vagy lehetsz a belgő. Ezt ilyen taps formájában lehet utánozni. Ha ennél is visszafogottabban érezkedsz, akkor látom, jól karfant. Csak így, jó? Az énekes családjában is meg annyi pedagógus van, épp ezért is fontos számára az a hivatás, hogy ilyenkor kikapcsolódási lehetőséget tud biztosítani számukra. Két zenésszel érkezem, és én magam is foglalkoztam diákokkal, nem lehet őket eléggé megbecsülni. Ráadásul nagyon-nagyon különböző, nagyon szélsőségesen, vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz tanáraim voltak. Már általános iskolától, sőt, még óvodában is arra emlékszem, hogy mennyire fontos volt az, hogy kinek a kezébe kerül egy gyerek, egy felcseperedő lélek, és semmiképpen nem azt tapasztalom, hogy azon a helyen kezelnék őket, akár fizetésben, akár megbecsülésben, társadalmi szinten, ahol a helyük lenne. Két gyerekem van, ez a probléma foglalkoztat, hogy kik foglalkoznak az én gyerekeimmel, úgyhogy hát sok-sok változás hiányzik ezen a területen is. Először is a nagymamám, aki egész életében tanított Budapesten. A nővérem pedagógus végzettségű, az unokahúgom pedagógus végzettségű, úgyhogy természetesen ő rájuk gondolok ilyenkor elsőként, de az én középiskolai osztályfőnököm, Györdák Marian volt, aki felfedezte azt, hogy ez a sok energia, ami bennem ott buzog, és nem nagyon tudom hova becsatornázni, az valamiféle ilyen művészeti dologban komolyan kamatoztatható lenne, és ő volt az, aki segített ebben elindulni. Úgyhogy rá is nagy szeretettel emlékszem az óvónőimre, akikkel sajnos már a nevüket sem tudom, hiszen nem emlékszem rájuk, de tudom, hogy mennyire szuper és szabad életérzés volt óvodásnak lenni. Úgyhogy vannak párom. A pedagógusok odaadó munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövő eredményes legyen, ehhez pedig fontos a megbecsülésük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című műsorát látták. Viszontlátásra!